Új laptopot kap jövő szeptembertől minden nappali tagozatos első éves a Nyíregyházi Egyetemen. A nappal is osztatlan képzésben résztvevő tanárszakos hallgatóknak a laptop mellé 10 hónapon át havi 50 000 forint ösztöndíj is jár majd. Az intézmény által nyújtott lehetőségekről november 10-én 10 órától a Campus Kodály termében kaphatnak tájékoztatást az érdeklődő diákok, szülők, tanárok. Azt szeretnénk, hogy egy napot töltsenek úgy el a Nyíregyházi Egyetemen, hogy egyrészt meg is ismerik magát a kampuszt, megismerik az itt folyó munkát, különböző kérdésekre a szakemberektől tanácsot kaphatnak, de az sem elhanyagolandó, hogy különböző szórakoztató programok is lesznek, például a Nem az a lány és Sophie koncerttel fogunk kedvezkedni a hallgatóknak. Az erről tartott tájékoztatón elhangzott, az egyetem beiskolázási kampánya elindult. Az intézmény a megye több iskolájában is bemutatkozik, a kampusz kínálatából pedig szinte mindenki találhat számára megfelelő képzési lehetőséget. A Nyíregyházi Egyetem számos tudományterületen kínálja a képzéseit felsőoktatási szakképzésekben, alapképzésekben, mesterszakokon, illetve szakirányú továbbképzéseken. A regionális megtartó erőnk javítására a gazdaságtudományi területen, sporttudomány területén, a pedagógikum teljes vertikumában, természettudományi és bölcsésztudományi területen, teljesen a csecsemő kisgyermekgondozótól a középiskolai tanárszakig minden megtalálható, de mindemellett azt gondolom nagyon fontos kiemelni, hogy az informatika, a műszaki agrártudományi képzések, a társadalomtudományi képzések és a művészeti képzések is megtalálhatóak képzési palettánkban. A november 10-i nyílt napon a hallgatói önkormányzat is saját standnál várja majd az érdeklődőket. Nagyon családias egyetem vagyunk, és hallgatóként is nagyon támogatjuk egymást. Én ugye a hallgatók bizalmából lehetek most itt ezen a pozícióban, úgyhogy én tényleg csak arra tudok biztatni mindenkit, hogyha nem egy olyan rideg közegbe szeretne tovább tanulni, hanem fontos neki az, hogy hogy érzi magát egy egyetemen, hogy szerezhet barátokat, ilyesmi, akkor tényleg a Nyíregyházi Egyetem a legjobb választás. A felvételizők számára a legfontosabb dátumokkal kapcsolatban elhangzott, december 21-én jelenik meg a jövő szeptemberben induló képzéseket tartalmazó felsőoktatási felvételi tájékoztató. A kiválasztott intézménybe az e-felvételi online rendszerén keresztül lehet jelentkezni 2022. február 15-éig.